akkor ünnepélyesen is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy itt vagytok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm, hogy mondjam így, jó barátomat, nagyon nagy tisztelettel Kassai Lajost. Örülök, hogy itt vagy, örülök, hogy eljöttél. Isten hozott. Jó estét, szeretettel köszöntök mindenkit. Lajos, ma volt edzés? Minden nap van. Most is tart az edzésként. A Csórics Balázs egy színész, és megkereste a Lajost, a Lajos meg azt mondta, hogy hív fel azért a Fenyő Iván, és akkor most mind a kettőnkkel beszél, de Lajoshoz jár tanulni, mert ő azt mondja, hogy férfiasságot, harcosságot, maszkulinitást, marsikusságot akar tanulni. Lajos, miről szól, mi a lovasi jászol neked? Mindenkinek más a lovasi jászat, nagyon sok felől közelítik meg. Van, akinek a lovasi jászat sport, van, akinek hagyományőrzés, van, akinek harci művészet, van, akinek a szabadidő kultúrát eltöltése, van, aki a természethez akar közel kerülni a lovasi jászat által, van, aki a múltjához, a saját történelméhez akar közelebb kerülni. Nálam a lovasi jászat mind az, amiket felsoroltam, tehát a völgy a tiszta forrás, és ez a tiszta forrás ez még mindent tartalmaz, az összes szín bent van ezen a palettán, hiszen nekem ez egy életforma. A lovasi jászat egy olyan életforma, ami már 30 éve meghatározza az életemet, ezzel kellek, ezzel fekszek, ehhez alakítottam ki az életemet, hogy egy tanyán élek, hogy lovakat tartok, 12 ságia és arabteli vér van, de van bivaj, szürke marha, parlagilút, kuvaszok, mindenféle állat van, amit én nagyon szeretek, és hát ebben az életmódban élek. A lovasi jászat az egy lehetséges önismereti út, és én a 21. században két dolgot tartok rendkívül fontosnak, az önismeretet és a közösséget. Tehát erről a két dologról fogunk majd beszélni. Mindkettő nagyon érdekel, az önismeret nagyon érdekel, hogy ki vagyok én valójában, hogy tudok szert tenni önismeretre, hogy tudom meg azt, hogy milyen képességeim, lehetőségeim vannak, és ebből milyen életpálya rajzolódik ki. És hát a közösség, ami véleményem szerint a 21. század legnagyobb kihívása. Neked, te hol születtél? Kaposváron 1960-ban. Tehát akkor most vagy 61 éves. Így van. Milyen érzés 61 évesnek lenni? Nagyon jó. Miért jó? Azért jó, mert még jó erőben vagyok, és az a fajta önismereti út, és az a fajta személyiségfejlesztést, amit én elkezdtem, azt gondolom, hogy jó úton jár. Nagyon sok hibámat sikerült kijavítani, nagyon sok olyan felület maradt még, ami javításra szorul, de én nagyon jól érzem magam a bőrömbe, tehát egy csodálatos feleségem van, két lányom, egy csodálatos környezetben élek, én borzasztó boldog vagyok, nagyon elégedett vagyok az életemmel és a környezetemmel. Hogy jött a ló, tehát te egy panelben nőttél föl, hogy jött az, hogy most meg tényleg egy 25 hektáron vagy, tulajdonképpen földbirtokos, vidéki ember, földen élő ember, földdel kapcsolatban élő ember. Hogy jött? Tehát először mondjuk, hogy jött a ló? Aztán hogy jött az íjászat? Hogy lett a lovasi? Ez érdekel ez az út. Ez lópata dobogás? Így van. Most felejtsd el azt, amit láttál, felejtsd el azt, amit hallottál, és maradjon meg ez az érzés. Tehát semmi nem hallod, nem látod, csak egy érzés marad meg. És bennem ez az érzés, ez ott volt. Ezt én éreztem, és amikor életemben először ültem lóra, és átéltem ezt a dolgot, akkor megpecsételődött a sorsom. Ez az, amit én belülről hallottam, ez az, amit én belülről éreztem.
és a fizikai létezésbe hozzáfértem ehhez a dologhoz, és ez egy óriási élmény volt, és ettől kezdve az az élet, amit élek, és az a fajta belső lódobogás, ami bennem volt, az összekapcsolódott. Szerintem nagyon sokan nem hang, nem kép, hanem valami van, és amikor ehhez az érzéshez megkapod a képet, megkapod a hangot, akkor azt mondod, hogy ez az, mikor manifestálódik valami. Tehát a lélek az nem mond tolba, a lélek az csak sugal. Ilyen sugallatok vannak, amik bennünket vezetnek itt a létezésben, és nagyon sokszor fölismerjük azt, hogy na ez az én helyem. Tehát még a nyilvessző suhogása ilyen. Nekem, amikor ezt most csinálta, és még nem figyelek semmire, akkor az jut eszembe, hogy erő, vér, vágta, harciasság, szabadság, nyitottság. Szél, ősiség. Az egész ősiség. Magyarság. Ez hogy jött neked? Hát így, mint ahogy ez a lódobogás. Gyakorlatilag én rengeteg ilyen érzéssel születtem ide, és aztán ezek az érzések itt kibomlottak, és létrejött ez a világ. Érzelem, gondolat, szó, cselekedet. Lassan összeállt mindaz, mert ettől a pillanattól kezdve csak a Lego összepasszoló feleit kell keresned, és aztán föl tudod építeni az életedet. Nézd, az életnek egyetlen értelme van, az értelmes élet. Te sokat olvasol? Sokat olvastál? Nem, nagyon kevesen. Egyszer beszélgettünk telefonon, és az nagyon jól esett, mondtad, hogy olyan vagyok, mint hogyha olyanok vagyunk, mint hogyha ilyen testvérek lennénk. Van benned egy olyan minőség, amit érzek magamban, vagy érzek magamban egy olyan minőséget, amit benned is meglátok. Mind a harcosságot, mind a férfit, mind az érzékenységet, mind a sportot, és mindezt ezt a gondolkodó, mély, filozofáló embert, megérteni kívánó embert, pont amit mondtál, az olyan, hogy én mondtam volna, amikor egy-egy interjúval, hogy megismerni, hogy ki vagyok, honnan jöttem, mi az utam, mi végre vagyok itt, mi az ember maga. Ez mikor kezdett el téged érdekelni? Gyerekkorom óta, és én egy bandavezér voltam, csatákat vívtunk, olyan 12-13 éves koromba, és az Arany János utcaiak kihívták a lévaközieket, és megállapodtunk a csata helyszínében, a tizemeletes, és a lévaköziek már elfoglalták a tizemeletest. Ez egy épülő ház volt, aminek fönn voltak a 10. emeletén. Mi mentünk a kukatetőből készült pajzsainkkal, ők pedig ilyen B30-as blokktéglákat dobáltak a fejünkre a 10. emeletről. Én azt nem tudom, hogy a gyerekkoromat hogy éltem túl. Mi néztük az Ivanhoe-t, néztük a Tenkes kapitányát, az Egri csillagokat, ezen nőttünk föl, és minden egyes főhős személybe beleéltük magunkat, és csatáztunk, és küzdöttünk, és csúzlisztuk egymást, és nyilasztuk egymást. És gyakorlatilag ugyanezt élem, hiszen van egy óriási közösség, ami most már messze túlépte az ország határokat, és azáltal, hogy én a lovasi jászatot elkezdtem tanítani, nagyon sokan érdeklődtek a lovasi jászat iránt, és hát ezt valamilyen szervezet formában kellett létrehozni, és elindult az a szervezeti felépítés, ami elérte a jelenlegi formáját, és ugyanott tartunk, hogy van, aki ott felejti a kardját, van, aki nem ér oda. Tehát egy közösséggel rengeteg dolog van, és én ezt a teljes gyerekkort viszem végig. Én elkezdtem lovasi jászni, és akkor jöttek az emberek, hogy fú, hát megmutatnád, hogy ezt hogy kell, persze. Tehát 33 évvel ezelőtt ez a völgy, ahol most vagyunk,
Ez volt a helyszíne annak, hogy aki tőlem vásárolt íjat, én megmutattam neki, hogy ezt hogy kell használni, és kitaláltam azt, hogy minden hónap első szombatján nyitva lesz a völgy, és képzeld el, hogy van egy program konzekvensen, ami 33 éve megy, és 33 éve minden hónap első szombatján a völgy kinyitja a kapuit, és ide jöhetnek azok az érdeklődők, akiket érdekel az íjászat, érdekel a lovasíjászat, vagy egyáltalán érdekel ez a kultúra, hiszen ez alatt a 33 év alatt itt egyfajta szellemiség, egy kulturális központ jött létre, és a világ minden részéről látogatnak ide emberek, és megnézik az itt folyó munkát, megnézik azt a közösséget, amit működik, be tudnak szállni az íjászatba, gyakorlati képzést tudnak ehhez kapni, illetve minden hónap első szombatján délután 2 órától le lehet velem ülni, beszélgetni, és föltehetik a kérdéseiket, el tudunk jól beszélgetni. Ez nagyon jól működött ez a program, addig, amíg a pandémia nem jelent meg, de ahogy vége lesz ennek a vírushelyzetnek, ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Tehát 33 éve megy ez a dolog, és szépen fokozatosan épült föl. Először csak az általam gyártott íjak vásárlói voltak, én elmagyaráztam, hogy hogy kell az íjat használni, aztán bővült a lovasíjászat, és annyit kellett magyaráznom ezeket a dolgokat, hogy azt vettem észre, hogy én már tanítom ezt a dolgot. Nehezen indult az elején, de aztán szépen kialakult, és kerestem a struktúrát, hogy mi legyen ennek az egésznek a rendszere, hogy építsen föl a kis világomat. Nekem 2 célt tűztem ki magam elé. Az egyik az volt, hogy a tanítást én ingyen fogom vállalni, mert nem tudtam azt elképzelni, hogy egy magyar ember, aki lovasíjászni szeretne, anyagi okok miatt ehhez ne férjen hozzá. És én ezt végtelen tisztességgel 30 éven keresztül azokat, akik lovasíjászni akartak, akik itt akartak tanulni, én 30 éven keresztül ingyen képeztem. A másik célkitűzésem pedig az volt, hogy egy jó értelembe vett magyar szellemi rétegnek a lovasíjászat, mint harci művészet lesz a sportja, akikből majd miniszterek lesznek, akikből majd vállalatvezetők lesznek, és valami összeköt bennünket ez a lovasíjászat, a lovasíjászat filozófiája, a közös történelem. De hát hibát követtem el, mert ez a 2 dolog üti egymást, tehát sajnos az, hogy ingyenessé vált a dolog, ez rengeteg ember számára lehetővé tette hozzáférést, viszont egy ilyen leprolisodott a környezet, ugyanis elkezdtek úgy járni emberek, hogy azért jártak ide, mert ez ingyen volt. És nem kontraproduktívvá vált a dolog, szakítanom kellett ezzel, és attól a pillanattól kezdve, hogy bármilyen minimális hozzájárulást is kérek, valahogy az emberek ezt sokkal jobban megbecsülik. Soha nem fogom megérteni, hogy ez miért van így, de ez egy nagyon pozitív változást hozott az életembe, és most érdekes módon ezáltal talán vissza tudok térni az eredeti elképzelésemhez. Én tényleg azt szeretném, hát itt nézd, itt vannak pap tanítványaim, és amikor a Feri atyával kilovagolunk, akkor teológiai kérdéseket vitatunk meg lovaglás közben. Tehát itt van egy pezsgő szellemi élet, nagyon szeretem azt, hogy rengeteg ember látogat ide a völgybe, különböző vallási, különböző politikai nézetű emberek, akikkel hallatlan izgalmas beszélgetések alakulnak ki. Te, mint mester, ott jönnek hozzá. Mit tanítasz? Mit gondolsz? Azt gondolom, hogy egy mesternek a hivatása az, hogy mindig azt tanítsa, ami nincs. Tehát ami egy adott kultúrából hiányzik. Én a lovasíjászatra, mint eszközre tekintek, a lovasíjászat nem egy cél számomra, hanem egy eszköz. Ez az eszköz egy lehetséges önismereti út és egy lehetséges személyiségfejlesztés. De az, ami kezd kikopni a világból, az a természetesség, az a józanság. Tehát gyakorlatilag az, ami folyik a világban, az teljesen el van rugaszkodva a valóságtól, és én fontosnak tartom azt, hogy a valóság talajon álljanak az emberek, hiszen a ló az nem a virtuális térben van,
A lónak enni kell adni, a lónak inni kell adni, és a ló le tud dobni a hátáról, és meg tud rúgni, és nem tudok a ló közelében, illetve ebben a természeti környezetben úgy viselkedni, mint a virtuális térben. Ez egyre nagyobb kihívást jelent egyébként, tehát egyre nagyobb távolság van az ember és a ló között. Tehát 100 évvel ezelőtt egy paraszt gyereket besoroztak katonának, és megfelelő fizikummal, megfelelő hozzáállással rendelkezett, és hogyha életében nem ült lovon, akkor ezt nagyon gyorsan megtanították neki. Ez a távolság folyamatosan nőtt, csökkentek a fizikai képességek, csökkent az a fajta racionális hozzáállás, hogy itt egy állatról van szó, és itt másképp kell, hogy viselkedjek. Nagyon sokszor úgy vannak az emberek, mint hogyha egy távkapcsoló lenne a kezükbe, és hogyha nem tetszik az az élethelyzet, amiben van, akkor fogja a távkapcsolót, és egy másik csatornára átvált. De hát ez a csatorna, ez a valóság, ez nagyon fontos. Pontosan ezzel a szándékkal kezdtem el tanítani a kaposvári színművészetén, amit 10 évvel ezelőtt megkerestem azzal a céllal, hogy egy kicsit be kéne hozni a vidéki élet valóságába ezeket a fiatalokat, mert nincsenek történelmi filmek. A történelmi filmek hiányában pedig a generációk elveszítik a kapcsolatot a saját kultúrájukkal, a saját történelmükkel. Itt már egy vagy két generációt egészen biztosan elveszítettünk. Nekem még volt, nekem még a tenkes kapitánya volt, az Egri csillagok, és valami egészen elképesztő történelmi filmeket produkáltak a 60-as, 70-es években, aztán ez lassan kifulladt, és hogyha megnézzük az utóbbi 30 év termését, hát akkor nagyon szerény a felhozatal. Igazából szerintem a 10 legjobb magyar filmből talán, ha egyet be lehetne válogatni az utolsó 30 évben, a többi 9 vagy 8, az egészen biztosan 30 évvel ezelőtt készült. Tehát valami elmozdult, a magyar létezés paródiáját látjuk a Bödörékben, a Mi kis falunkban, és aztán hosszasan lehetne sorolni ezeket a rendkívül kártékony jelenségeket. És megmondom, egyik fő oka az, hogy miután ezek az emberek nem élnek ilyen környezetben, nincsenek ilyen irányú gyakorlati tapasztalataik, nem is tudnák megvalósítani. Azzal a szándékkal megkerestem a színművészetit, hogy hozzuk ki ezeket a fiatalokat, hiszen 4 évig a 4 fal között vannak, leérettségiznek, rengeteget tanulnak a színművészetire, majd bekerülnek a színművészetire, szintén 4 évig, 5 évig a 4 fal között vannak, és nincs lehetőségük mondjuk egy istálót kitakarítani, vagy megtanulni, lovagolni, vagy fát hasogatni, vagy olyan dolgokat csinálni, ami adott esetben egyfajta gyakorlatias hozzáállást igényelt. Attól a pillanattól kezdve, hogy film lesz, és te játszottál filmbe, te játszottál a Bőrnyakúakban, hiszen te tudod azt, hogy egy amerikai film az úgy néz ki, hogyha az egy katonai film, akkor egész egyszerűen a szereplőket besorozzák katonának. Nem úgy csinálnak, mint hogyha az egy katonaság lenne, hanem végig viszik a teljes távot, és ez lehet Oscar díjas színész bárki. Addig megy ez, egy általános kiképzés tartott egy hónapig, amíg nem tud úgy viselkedni, mint egy katona, és ha megnézel egy amerikai filmet, akkor attól annyira jó, hogy ezek az emberek borzasztóan föl vannak erre készítve. Nagyon tetszik, amit mondasz, és nagyon igaznak tartom. Nem titok, hogy azért mi sokszor tudunk beszélni, és az utóbbi időben egyszer-kétszer átdobtam neked egy videót magamról, ahogy négyütemű fekvőtámaszt csinálok, most tudom én, egy 41 éves színész képest, kicsit ilyen viccesen azt mondtam, hogy akkor edzünk valamit, és 16 perc alatt csináltam 220 fekvőt, és 120 ilyen négyütemű fekvőtámaszt, azt hiszem 0 vagy 1 fokban. Elküldtem neked egy olyan számomra sportban, mentalitásban, harcosságban, mint a személynek, aki számomra fontos. Elküldtem még azt hiszem a judómesteremnek, a judótársamnak. Miért? Mert, és alátámasztva azt, amit te mondasz, azért beszélek erről. Mert egyrészt férfiként is én azt gondolom, hogy ettől a dologtól egyre inkább el vagyunk vágva. Tehát nekem azért nagyon szimpatikus, amiket te csinálsz. Mert amikor nekem egy filmbe, egy angol, azt hiszem, vagy BBC, vagy pedig ITV-s produkció, azt mondták, hogy sikerült a casting, és fölvettek,
Azt szeretnék majd megnézni, és erre 2 hét múlva lesz lehetőség, hogy én hogy fázom, hogy egy kézzel fogom a kantárt, és a másik kézzel egy hatalmas pallossal. És megcsináltam. Felkészültem rá. Nem nulláról kezdtem. De valószínűleg azért, amit te is mondtál, én 8 éves korom óta judoztam, judozok 20-valahány évet. Most is minden nap jéghideg vízben lefürdöm legalább egyszer, egy olyan 1-2 percig. Tegnap is úgy edzettem, hogy 40 másodperc, olyan edzést csináltam, 40 másodpercig egy ilyen futottam fölfele egy dombon, utána 20 másodpercig le, aztán 40 másodpercig föl, 20 másodpercig le, fekvők, nem tudom. Miért? Mert azt gondolom, hogy mindegy férfinek, mint pedig egy színésznek, most már az az alap, hogy bármit meg tudjál csinálni. Ugyanez a helyzet a történelmi filmekkel. Hát én a Németországban tartottam egy bemutatót, ez egy Western világbajnoksága volt, ami több mint 400 induló volt a világ minden részéről, elképesztő pénzdíjazású, és ott volt egy amerikai úriember, aki ennek a zsűrie volt, látta az én Lovasiász bemutatómat, gratulált, szót követett, kiderült, hogy ez a legbefolyásosabb zsűri a világon, fél Dakota állam az övé, rengeteg lova van, és nála forgatták a Farkasokkal táncoló című filmet. Ami azt hiszem, hogy 7 Oscar díjat kapott, és akkor, amikor ez a film elkezdődött, akkor Kevin Costner összeszedte az indiánokat, fölépítették azt az indián tábort, ami a filmben látható, és azt mondta, hogy a forgatás nem indul el addig, amíg az indiánok, az itt lévő indiánok nem kezdenek ebben a táborban életmódszerűen létezni. Ez 3 hónapig tartott, Iván. Tehát hol van az a magyar film, ahol lehetőség van arra, hogy a szereplők úgy azonosuljanak a szerepükkel, hogy 3 hónapig az adott díszletben élik az életüket. Na most ennek az eredménye azért 7 Oscar, tudod? És ezeket nem tudjuk megúszni. Tehát nem tudjuk megúszni azt, hogy ne váljon a lényünk részévé idézőjel bezárva az adott díszlet, az adott környezet, és ne folytassunk ilyen irányú tanulmányokat. Elnézést kell. Nekünk ugye a bőrnyakokban pont több érdekes volt, hogy mondtad a 3 hónapot. Mi 2, mert nem emlékszem pontosan, vagy 2 vagy 3 hónap most kőkemény kiképzésünk volt. Amire én most találtam meg egy 1,5 éve, vagy nem tudom mennyi, 2-3 hónapja, hogy nekem van egy olyan plakettem, hogy én tényleg hivatalosan is tiszteletbeli tengerészgyalogos lettem. Na most ezt nem adják csak úgy. A szabadságszerelme biztos, hogy benne volt, hogy ezt úgy ugyanúgy el kellett játszani valamit egy vízipólóst, ahol meg a olimpiai bajnok Fodor Rajmund és Benedek Tibor képzett ki minket. Na most szerintem én a színészetem belül, meg te, amit te tanítasz azon belül, ugye azt mondtad, hogy ez egy nem cél, hanem egy eszköz. Én úgy érzem, hogy nekem is ez egy eszköz arra, hogy hogyan tudom magamat fejleszteni, hogyan tudok a realitással kapcsolatba kerülni, hogyan tudom a határaimat feszegetni, hogyan tudom megismerni önmagamat, hogy hogyan tudok valamiféle nem a világtól vagy a természettől elszakadt ember lenni. Lajos, jöttek kérdések, én most ezeket felolvasnám, jó? Mit szólsz? Megköszönöm. Jó. Kedves Lajos, mit jelent önnek magyarnak lenni? Ha te ezt a dolgot helyén kezeled, akkor nem veszed észre azt, hogy te magyar vagy. Ez egy olyan természetes, mint ahogy levegőt veszel. Tehát bennem nincs, én nem gondolom ezt a dolgot túl. Tehát én ide születtem, én nagyon szeretem ezt a létezést, nagyon szeretem a hazámat, nagyon szeretlek téged, hogy itt vagy, hogy bármikor föl tudjuk egymást hívni, és beszélgetünk, és neked is, nekem is rengeteg barátom van itt, ami elképzelhetetlen lenne máshol. Tehát én nagyon szeretem a Kárpát-medencét, csodálom ezt a nyelvet, az ízeket, szóval nem tudom, azért nem tudok erről beszélni, mert számomra ez a létezés, ez a normális, ez a természetes. Nem gondolom én ezt túl, nem gondolom egy szeretnek, akik próbálnak vetíteni, akik próbálják ezt a dolgot túlképzelni. Pörzse Sándor azt mondta, hogy abba hitt, hogy a magyar egy kiválasztott nép, hogy túl volt ez az egész tolva, és abból a túltolásból
abból biztosan egy kiábrándultság jön, hiszen ő nem reálisan látta a saját hazáját. Ha én reálisan látom a saját hazámat, akkor nem ábrándulok ki belőle. Hát azért látjuk, hogy milyen képességeink, lehetőségeink vannak, hogy mi az, amit meg tudunk tenni, mi az, amit nem tudunk megtenni, és az ember elfoglal egy helyet. El kell, hogy mondjam, hogy a világ felső 10%-ába tartozunk. Tehát alattunk még van 90%. Ezt nagyon kevesen gondolják így végig, de ahol mi magyarok élünk jelenleg, az a felső 10%. És az emberek 90%-a egy sokkal rosszabb gazdasági, szociális környezetben van. Én jártam Afrika bugyraiba, Ázsia bugyraiba, és hálát adok a jó Istennek, hogy ide születtem. Azért, amikor az ember felületesen hal, mondjuk, nyilván ezért is jött a kérdés, valahogy téged összetesznek a magyarsággal. És hogyha összetesznek a magyarsággal, és felületesen hallanak rólad, azért téged összetesznek magyarság, most asszociálok, nacionalizmus, jobboldaliság, hú de magyar, a hasai a nagy magyar, te ilyen patriotizmus, nacionalizmus, nagyon jobboldali. És ezektől te mindig azt mondod, hogy állj, nem? Középen vagyok, én csak magyar vagyok, stb. Tehát mit mondasz ezekre, aki téged rögtön be akar tenni, akár jobbra, akár balra, és általában téged jobbra, majdhogy nem, nyilván nem szélső jobb, de majdhogy nem szélső jobbra tuszkolnak, mert hogy te a kasai nagy magyar. Az, hogy azt veszed észre, hogy téged betuszkolnak egy olyan politikai oldalba, ahol gyakorlatilag nem önszántadból mentél, hanem ezek a karaktergyilkosok tettek oda. Nagyon nehéz ezt, amikor az első karaktergyilkosságot elkövetik rajtad, az olyan, mint hogyha savval öntenének le, azt nagyon nehéz elviselni. Én azt gondolom, hogy jól kezeltem, nehéz volt, de jól kezeltem ezt a dolgot. Nem kívánom senkinek. Nagyon át van politizálva az ország, nagyon rosszul kezeljük a hazánkhoz való kötődést, én ezt a saját bőrömön. Én soha túlzásokban nem estem, azt gondolom magamról, nem kaftánba és süvegbe ülök itt veled szembe. Én szét tudom választani a szemét és az intézményt. Soha nem láttál engem politikailag megnyilvánulni, nem is fogsz. Én borzasztóan nyitott vagyok, és ennek a nyitottságnak köszönhetően nekem nagyon sok barátom van, mondhatom azt mindkét oldalon, mert én nem azt nézem. Ha még be lehet hozni egy történetet, a Geszti Péter 15 évvel ezelőtt megkeresett engem, hogy van egy ötlete, ez a nemzeti vágta, és hogy mi a véleményem erről, és azt mondtam, hogy Péter zseniális, ez egy óriási dolog. Ő kitalálta, hogy a hősök terén vágtatnak a lovak, hát azt a karaktergyilkosságot, amit vele csináltak, ő viszont mindkét oldal, tehát mind a két lövészárokból úgy lőtték azt az embert, hogy elképzelhető, és a Péter valami hihetetlen tehetséggel és erővel megcsinálta, és hála jó Istennek ez a rendezvény mind a mai napig van, mert én azt gondolom róla, hogy egy igazi hungarikum. Én nagyon sokszor voltam tanúja, amikor a politika az gyakorlatilag szőnyegbombázást csinált akkor, amikor a két kulturális területről egy készfogás létrejött. És azt mondom, hogy nagyon sok embernek vett el a kedvét az együttműködéstől. De én továbbra is fönntartom, én borzasztóan nyitott vagyok ebbe az irányba, és nálam nincs olyan, hogy bárki bármilyen politikai oldalhoz kötődik, ne tudjuk azonnal félretenni, hogyha valami jó ötlet van, és közösen alkotunk valamit. Nekem nagyon tetszett az, ami az a sztorid, amikor és még csak egyit így belefürödnék, aztán utána menjünk, mert még vannak kérdések is, hogy egyrészt használtátok az Árpád sávos zászlót valamikor, egy sztoriban mondtad nekem, valamikor valamit mentetek, és utána elkezdte a politika ezt behozni. Valami, ugye elkezdte behozni, és azt mondtad, hogy gyerekek, mától nem jelenik meg itt senki, mert nem akarom,
hogy bármi, amit mi itt használunk, az kötődhessen akár jobb, akár baloldalra, csak azért, mert valamilyen szimbólumot, vagy bármit a politika elsajátít, vagy kisajátít. Na, mondd már ezt. Az volt, hogy ugye 80-as, tehát a kommunizmusnak a jelmondata, hogy a múltat végképp eltörölni, és a kommunizmus vége az már arról szólt, hogy az elvtársak a pozíciójukat hogyan mentik át a gazdasági életbe, és hogy tudják megcsinálni ezt a rendszerváltást, és akkoriban alakult ez a katonai hagyományőrzés, és szedtük össze ennek a kellékeit. Nyilvánvalóan jött az íj, aztán jött a nyereg, aztán jött a jurta, aztán jöttek a szimbólumok, jött az árpátságos zászló, és én csináltam 10 darab hatalmas árpátságos zászlót, és mi azzal parádéztünk, mert az árpátságos zászló nagyon szép. Tehát elképesztő jól mutat a lovon, és itt vágtattunk vele. Hát én voltam a rendszerváltás után az első, aki árpátságos zászlót lobogtatott, de egy történelmi kor felidézése volt a cél ezzel a dologgal. És akkor, amikor én ezt megláttam, hogy ezt kezdi egy politikai oldal kisajátítani, és olyan helyen jelenik meg a zászló, ahol semmi keresnivalója, mint demonstratíve jelenik meg a zászló. Tehát én valamit a zászlóval üzenek a túloldalnak, és azt láttam, hogy akinek üzennek, az sebeket tép föl ezáltal, akkor azt mondta, hogy most azonnal letesszük ezt a dolgot, mert én nem valami ellen kívánom ezt használni, hanem valamiért. És most a politikai helyzet nem teszi lehetővé, félretesszük, és majd, hogyha konszolidálódik egyszer ez az ország, és nyugodtan a szimbólumainkat a maga helyén, a maga idejében és kulturális keretrendszerében tudjuk használni, akkor talán majd ez újra előkerül, de addig egészen biztosan nem. Figyelj, jön kérdés, megint dobom be. Mikor érkezett meg életébe, és akkor ezzel kicsit ugrunk, de aztán jöjjünk ide még vissza, mert itt még egy csomó mindent akarnék kérdezni, de ugorjunk ide az egyik kedvenc témádra, meg most már én is, hogy a Bence is lesz itt, meg mind a ketten szeretjük a pszichológiát, a spiritualitást. Mikor érkezett meg az életébe az integrál szemlélet? Hát mondhatom azt, hogy néhány hete, tehát és nagyon örülök annak, hogy te is itt voltál, és tanulja voltál Gáti Bence kiváló előadásának. Hát akkor kezdjünk bele ebbe a történetbe. Az életembe jött a völgy, és a völgy egy Kárpát-medence, Kárpát-medencébe, a völgy belsejébe izoláltan tudtam alkotni, úgyhogy a völgyből nem látsz ki, és térben és időben bárhova képzeled magad, mert nincs egy tárgy, ami ezt zavarná, ezt az érzést, és itt vagy a zselicbe, mint egy anyamé, ahol megszületett a lovasi jászat, és én itt nyilasztam, mentem reggeltől estig, ahogy a szabadidőm, a munkám lehetővé tette. És az első olyan alkalommal, amikor minden veszőm a céltábla közepébe volt, és én azt konstatáltam, hogy nem én voltam. Éreztem, hogy valami rajtam átment. Tehát ezt minden művész ember érzi. Aki bármilyen művészi produkciót tesz le, legyen ez zenész, színész, énekes, bármifajta alkotásnál, a művészet lényege az, hogy az ember egy közvetítővé válik, és saját magán valamit átenged. Igen ám, de ha nem én voltam, akkor ki volt? És én elindultam ennek a kilőtt keresésére. És én a sámánizmus felé fordultam, és akkoriban, a 90-es évek, a szkéné volt ennek a központja, a Somogy István révén, aki ott rendezett, és foglalkozott sámánizmussal. Mondanám a neveket, akik ott voltak, Schilling Árpád, Pintér Béla, aki jelenleg is viszi a társulatot, Scherrer Péter, akivel azóta én nagyon jó barátságban vagyok, Kelemen József, aki egy kitűnő színész, a Kaposvári Színház színésze, valami, az kéne, akkor valami egészen komoly, kulturális vulkán szerepét töltötte be, és elképesztő előadások jelentek meg. A felsorolt színészek, azok természetesen nem a sámánizmussal foglalkoztak, de maga a sámánizmus léte át meg átszőtte magát a társulatot is, hiszen a Somogy István rendező ezzel foglalkozott.
volt külön úgynevezett dobolós csoport, néha színészek is ezzel részt vettek, és voltak emberek, akik mentek, és én is mentem, és az Istvánnak olyan átütő ereje volt, hogy azt a falat, amit a szűz jegy jelent, amit a racionalitás jelent, az úgy ütött át, mint a kés a vajban. És én ott révültem, a szellemekkel kerültem kapcsolatba, és én kerestem ezt a kilőttet, és amikor én elértem egy szintet a spirituális úton, a spirituális út az olyan út, hogy bekopogtatsz egy ajtón, kinyílik, mész, bekopogtatsz a következő ajtón, kinyílik, mész, aztán bekopogtatsz, és az nem nyílik ki. Az azt jelenti, hogy neked ott semmi keresni valód nincs, és akkor abba kell hagyni az ajtók nyitogatását, akkor te megkaptad azt a csomagot, ami ahhoz kell, hogy a te életed ezzel a programmal kiegészülve immár teljes legyen. Elképesztő élmények, olyan tudatállapotba tudtam hozni magam, hogy verset tudtam élni. Én, a szűz, a racionális, a teljesen a fogható, abba hisz, és ez egy fantasztikus dolog volt. Viszont most már nem azt kerestem, hogy ki lőtt, hanem azt kerestem, hogy mi a franc történt velem. Tehát mi ez az egész. És én kaptam az alkalmon, hogy Popper Péter indított egy szabad egyetemet, én rajongtam Popper Péter, és azonnal ott ültem a padba az első sorba, és süngtem a szavaim, mert egy egészen elképesztő dramaturgiai érzékkel rendelkező, olyan gyakorlati, elméleti, pszichológiai tapasztalatokkal rendelkező ember, hogy én hálát adok a Jóistennek, hogy mellette ezt a 2 évet el tudtam tölteni. Egy barátság is lett, járt itt a völgyben, ha nem engedtük el, a nyakán lógtunk, és akinek pesti lakása volt, földcibáltuk a Pétert, és még hajnalig agyusztáltuk, hogy na még ezt, és nagyon örülök annak, hogy a YouTube-on rengeteg előadása maradt fönn, így az utókor számára is elérhető ez a fantasztikus ember. Igen, ám, de hát ő az általános pszichológiát tanította, a Piaget-i univerzumot, a Piaget az egy 5 emeletes ház, a születéstől gyakorlatilag tart a kamaszkorig, amiben hitt az akkori pszichológia, hogy a kamaszkorban megjelenik a racionális gondolkodás, 12 éves korban az ember maga után hagyja azt a fajta parancskövető, tekintélyuralmi rendszert, ahogy addig a szüleire néz, és elkezdi a szüleit megkérdőjelezni, elkezdi megkérdőjelezni a világot, kialakul a racionális tudatállapot, és gyakorlatilag 10 éves korunkban belépünk ebbe a racionalitásba, ez a csúcs ennek a dolognak, és attól kezdve mi már csak felejtünk, romlik a morális érzékünk, elkezdünk beleolvadni a társadalomba, tehát jön egy hanyatló korszak. Vagyis, hát igazából az én élmény csomagomhoz nem tett hozzá semmit, ugyanis a Piaget-i univerzumba a spiritualitás nem csatlakozott be. A spiritualitás meg nem fogadta el a pszichológiát. Tehát ez 2 szembenálló dolog volt, és jött Wilber. A Wilber még megtoldotta 5 emelettel ezt a házat, úgyhogy most van egy 10 emeletes házunk, és ez a 10 emeletes ház, ez már ad egy reális képet erről az egész dologról, és hát én 60 éves koromban, miután én itt a személyiségfejlesztéssel folyamatosan foglalkoztam, tudtam helyére tenni életem eseményeit, hogy hát bizony ez egy szint volt, és itt dehogy érít véget 10 évesen, hát ezt mindig éreztem, hogy itt valami nem stimmel, hát hogy? Hát hogyan lettek a megvilágosodottak, hogy voltak ezek a spirituális emberek? Hát hogyha egy véget ér ez a folyamat, de ugye ők ezt nem ismerték el, ők ezt margon kívülre helyezték, és akkor jött Wilber, fölépítette ezt az univerzumot, és nagyon szépen ki vannak rajzolva azok az emeletek, és megvan az én kis emeleti szoba konyhám, ahol én most létezem, és ez nem az 5. emelet, mondjuk azt, hála jó Istennek, és hát ennek van egy kiváló képviselője Magyarországon,
ez a Gánti Bence, akivel te is, én is nagyon jó barátságban vagyunk, szint mondhatom azt, hogy rendszeres kapcsolatban, és mindenkit arra biztatok, hogy aki be akarja járni ezt a lépcsőházat, és még meg akar ismerni emeleteket, hát azt szerintem kezdje ott az integrál pszichológiába. Megkerülhetetlen dolognak tartom, mint ahogy nagyon hangsúlyoztam, hogy két dolgot tartok fontosnak, a személyiség fejlesztését és a közösséget. Ezek alap dolgok a 21. században, mert neurotikusak leszünk különben. Tehát megőrül ebbe a tömegben a magányos ember. Szevasztok! Most... Édes tündére! A lovasiászatban a céllal rugalmas kapcsolatban vagyok, hiszen a ló folyamatosan mozog, és nagyon sok esetben a cél is, mert ez egy feldobott korong, amit nekem le kell követni. És ebben az esetben már nekem le kell követnem a lónak a mozgását, ki kell kompenzálnom a lónak az egyensúlyból esetleges kibillenését, a lendületét, a talaj egyenletlenséget, és csipőtől lefelé egyé válok a lóval, csipőtől fölfelé viszont abszolút a céllal vagyok rugalmas kapcsolatban. Tehát nem tudok koncentrálni lovasiászat közben, mert a koncentrálás az mindenképpen egy sűrítést, egy egypontúságot jelent, összpontosítani tudok, és ez a szó nincs is más nyelvben. Tehát nem nagyon nehéz lenne most, hogyha azt mondom, hogy mi az összpontosítás angolul, akkor azt mondod, hogy concentration, de hát az nem az, az koncentráció, de nekünk erre van egy külön szavunk. Összpontosításban benne van az, hogy az összponttal nekem kapcsolatban kell lenni. Itt a lovasiászatban egyrészt a lovat tökéletesen le kell követnem, másrészt a céllal kapcsolatban kell lenni. Nincs ilyen kérdés, hogy szükség van a rendbe, fegyelemre, mert ahol nincs, ott életveszély van. Nem tudom én, mint ember, hogy rendben, rendben, akkor én szeretnék rendben lenni és fegyelemmel. Szeretnék renddel és fegyelemmel menni az utamon, és úgy működni, mint egy természetesen, mint a szervezet. Mit kell tegyek? Hát te nézd, tedd ezt. Te legyél rendes, legyél fegyelmezett, nem másoktól várjad ezt el. Mi tehát, hogyha te hozol egy ilyen döntést, hogy te szereted a rendet, szereted a fegyelmet, akkor gyakorold a rendet és a fegyelmet, de ne várd ezt el másoktól. Mit jelent a rend? Mit jelent a fegyelem? Mihez képes legyek rendben? Mihez képes legyek fegyelmezett? Hát indulj ki a szervezetedből. Tehát mi kell ahhoz, hogy a te szervezeted működjön? Ahhoz, hogy a te szervezeted működjön, az összes szervednek, az összes sejtednek, az összes atomodnak, mert atomokból állunk, ennek egy hihetetlen szervezettségben rendbe kell működni, és hogyha ez nem úgy működik, akkor még egyszer mondom, nagyon nagy probléma. Pontosan tudjuk, hogy ez hogy működik, és hát nézd, hát egy forgatáson, tehát az jó, hogyha rend van, tehát hogy nem folyik az idő félre. Hát ez pont mindenben meglátja az ember a rendet és a rendetlenséget. Hát úgy, ahogy a szervezetünkben tudjuk azt, hogyha 180-nal kalapál a szíved nyugalmi állapotba, akkor a szervezetedben nincsen rend. De pontosan tudjuk, hogyha neked nincs vérnyomásod, akkor a szervezetedben nincsen rend. Hogyha a te oxigén felvételed rossz, akkor a te nem jó az emésztésed, akkor nincsen rend. Ha te, mint színész, te tudod azt, hogy mit jelent a színpadon a rend. Na de nagyon jót mondasz, mert ezek mérhetőek. Hát azt tudom mondani, mit tudom én most, 56-tól 60-tól, mint a 70-ig, 72-ig jó a pulzus. Most mondtam valamit, nem vagyok orvos, kb. Fölött már nem jó, 180, ugye az nem jó. Ha 30-al van a pulzusom, az se jó. De én, mint ember, ugye ez szubjektív, akkor én most 6-kor keljek fel, Lajos, 8-kor vagy 10-kor, 9-kor feküdjek le, 11-kor, beosszam az egész időmet nap, mint nap, vagy ne osszam be, és jövök. 4 dolgot csináljak, mi a 5-ször egyek, vagy 3-szor? Mi a rend? Mi a fegyelem az embernek? Itt mik a Hát nézd, a rend az, amikor a te életmódod, az harmóniában van. Tehát ha te egy színész vagy, és éjszaka jössz meg,
és az előadás után még megbeszélés van, és te hazakeveredsz éjjel, akkor ne keljél fel 5 órakor. Ha te egy tanyán élsz, mint én, akkor 5 órakor kelek és megyek, mert én 7 órakor már ma befejeztem a gazdasággal való tevékenységemet, és 7 órára én már 2 órát dolgoztam, úgyhogy minden állat enni kapott, be volt fűtve a cserépkályhába, és még elkészítettem egy ebédet is, mert van egy 3 hónapos kis gyermek még itt a családban, 2,5 éves mellett. Hát ez az én rendem, de egy színésznek más a rendje, egy buszsofőrnek más a rendje. Tehát a rend, az, hogy te milyen mennyire vagy rendez, az attól függ, hogy a te életmódoddal mennyire vagy harmóniában. Ha te évfélkor, éjjel 1-kor élsz haza, és 5-kor kelsz, akkor én azt nem tartom rendnek. Ha én 8 órakor kelnék föl, akkor az én életemben nem lenne rend. Ha én előbb ülnék le reggelizni, mint ahogy megetettem az állataimat, akkor nem lenne rend. Ha én előbb enném meg a vacsorámat, mint ahogy az állatok megkapták a vacsorájukat, akkor az én életemben nem lenne rend. Fontosak a célok? Fontosak a célok az ember életében? Ki kell tűzni célokat? Én nem igazán, tehát nagyon nehéz erről a dologról beszélnem azért, mert engem nem a célok, tehát nem a célok irányították az én életemet, hanem a megoldások. Tehát én bekerültem egy élethelyzetbe, és én ezt az élethelyzetet jól akartam megoldani. És miután jól oldottam meg ezt az élethelyzetet, azt vettem észre, hogy ez tovább vitt engem. Tehát amikor ugye arról volt szó, hogy én 33 évvel ezelőtt kinyitottam a völgyet, hogy elmagyarázzam ezeknek az embereknek azt, hogy hogyan használják az íjat, hát elmagyaráztam, de közben elkezdtem tanítani, tehát belőlem egy tanító lett. Akkor jött egy barátom, aki az általános iskolában tanította a honfoglalást, és azt mondta, hogy te Lajos, te itt nyilazol, ez nagyon tetszik majd a gyerekeknek, hadd hozzam őket ide ki egy ilyen történelmórára. Új, de jó. És akkor én itt nyilasztam, bemutatót csináltam, és ez is több mint 30 évvel ezelőtt történt, és azt vettem észre, hogy ez a barátom szólt a tanárainak, akik megint elhozták az osztályukat, de híre ment a kaposvári iskolákba, hogy van egy ilyen, és egyszerűen soha nem hirdettem meg, de hát bemutatók, de nekem nem volt ilyen célom, hogy én bemutatózzam. De egyszerűen az emberek egymásnak adták az információt, a gyerekek szerették, és mind a mai napig nekem folyamatosan vannak ilyen élő történelmóráim. Ugyanezt történt a bemutatókkal is. Nekem nem volt olyan célom, hogy én elmegyek bemutatózni. Én gyakoroltam nap mint nap, és csak egyszer csak azt mondták, hogy te Lajos, gyere már át ide szomszéd faluba. És akkor csinálj itt egy bemutatót, mert falunak van. És én fölültem a lóra, és ellovagoltam, ez ilyen 30 kilométerre van ide, és ott a falu közepén én teljes fegyverzetben lovagoltam 30 kilométert, megérkeztem a faluba, és ott már szén a bála föl volt állítva, és én ott, hát én nem bemutatót csináltam, hanem én a sárkányal küzdöttem, aki ezt a falut megtámadta, és én ott élet-halál harcot vívtam, lenyilasztam, és visszanyargaltam a völgyemben. Tehát itt nem volt olyan cél, hogy én itt történelmórát tartsak, és itt nem volt olyan cél, hogy én, mint magyar ember, majd oktatom a fiatalokat, és megmutatom nekik, hogy mi a lovasi ez. Nem volt ilyen. Egyszerre jöttek. Ma akkor még nem ez volt a helyzet, de ma azt mondom, hogy a legnagyobb kihívás ma az, hogy érdekesebb legyél, mint az okostelefonja, és hogyha ma én el tudom érni azt, hogy nem a telefonjával játszik ez a gyerek, hanem engem néz, mert egy olyan produkciót tettem le az asztalra, hogy nagyon elégedett vagyok. Kellett ez a 30 év, hogy ezek átalakuljanak, létrejöjjenek, de nem volt cél, Iván. Tehát most itt beszélgettünk a magyarságról, tehát megkérdezik, hogy ezt miért csinálom, mert szeretem. Tehát nekem nincs,
nincs olyan célom, hogy én itt a magyarságot, és nem tudom mit. Én egész egyszerűen szeretem csinálni, és ebből a szeretetből azért én azt gondolom, hogy hatást gyakorolok a saját hazámra. Igazából látjátok, sok helyen nincsen cél, nem feltétlenül kell cél, hanem ugyanaz, amit beszélünk, hogy visszafolyó, oda fog vinni, ami éppen a dolgot arra el fog keríteni. Sokszor nem az van, hogy az ember kijelöl, adja le egy célt, és azt megcsinálja, hanem egyszer csak jönnek a dolgok, csinálja a dolgát, teszi a dolgát, ahogy Lajos is, és egyszer csak szép lassan jönnek. Nekem is, amiket én elértem, vagy amik történtek velem, egy csomószor nem egy előre kitalált cél volt, hanem olyan, mint hogy az út vitt volna, vagy visz valami élet, vagy visz valami erő, és egyszer csak történnek a dolgok. Ez, azt hiszem, ez, amit egy picit meséltél. Figyelj, azt kérdezem én még, hogy a harcosságról van szó. Te harcoltál valakivel úgy igazából? Tehát volt, hogy valakivel mondjuk verekedtél? Volt igazi harc? Igazi harc az életed? Gyerekkoromban. Gyerekkoromban, jó, később. De felnőtt koromban ezek elkerültek, hála jó Istennek, azt mondom. Nem, alapvetően egy konfliktus kerülő ember vagyok, és valahogy nem is... Nem alakult ki ilyen helyzet. Na, hála Istennek. Mit gondolsz, milyen apa vagy? Én azt gondolom, hogy most már jó. Tehát ugye nekem van egy előző gyermekem, aki 38 éves, és én 22 éves voltam, amikor ez a gyermek született, és én azokat azt a protokollt vittem tovább, ahogy engem neveltek. Hát nincs 20 évesen nincs revízió, még nagyon fiatal vagy, de egyébként az én generációm számára ez egy teljesen általános dolog volt, hogy katonaság, nősülés, gyerek. Én nagyon szerettem a feleségemet, borzasztóan szerettük, bíztunk egymásba, és én megházasodtam augusztusba, és szeptemberben elvittek katonának, és aztán közel két évig... Ezek 1981-ről beszélünk most, és aztán megszületett a lányom, és én mindent reflexből csináltam, úgyhogy imádtam a lányomat. Tehát nagyon szeretem a lányomat, de szerintem egy csomó dolgot nem csináltam jól a mai eszemmel. Egész másképp látom ezt a dolgot, az, hogy több száz lovat kiképeztem, és én a lovakon keresztül kerültem közelebb az emberekhez is, mert a lóval nem tudod megbeszélni a dolgaidat, meg kell tanulnod a lovak nyelvét, tehát meg kell tanulnod lóul, és így kommunikálsz vele, és a legfontosabb dolog a lónál, hogy társad legyen. Én ebből rengeteget tanultam az emberről, és nem csak az emberről, a házasságról, a nő kapcsolatról. Én most a harmadik házasságomban élettársammal élek, mindegyik csodálatos kapcsolat volt, a Zsuzsit te is ismered, akit imádtam, de mind a mai napig nagyon szeretek. Én rengeteget kaptam, rengeteget tanultam ezektől a nőktől, mert én nagyon hiszek a férfi-nő kapcsolatban, én nagyon hiszek abban, hogy a férfi és a nő nagyon jól egészíti ki egymást, és miután én egy tradicionális életben élek, ezért nekem a tradicionális kapcsolat az egy... Hát ez egy mennyország, amikor itt nem leosztjuk a szerepeket, hanem kialakulnak a szerepek. Amikor a feleségednek megvan az a terület, amiben ő tökéletesen működik, megvan az a terület, ahol én tökéletesen működik, nyilvánvalóan átfedjük egymást. És itt egy kis 5 méterszer 10 méteres kis házban élek, ami egy ilyen kis mézes kalácskunyhó, de ebben a kis 5 méterszer 10 méteres házban van egy cserépkályha, amit én minden reggel befűtök, ez a cserépkályha doromból adja a meleget, és négyen valami elképesztő csodában élünk, de nekem évtizedek kellettek ahhoz, hogy ezt megtapasztaljam, mi a nő, hogy tudjuk egymást jól kiegészíteni, hogy tudunk fölépíteni egy valódi kapcsolatot, és hála jó Istennek, annak ellenére még egyszer mondom, hogy nekem nagyon jó párkapcsolataim voltak, és nagyon szerettem ezeket az embereket, akikkel az élet ilyen hosszú távon összekötött, de idő kellett ahhoz, hogy én beérjek erre a dologra, és ki tudjak alakítani egy ilyen kapcsolatot. De akkor hogy látod, ha már erről beszéltünk, és ez nagyon jó, mert ezt rá akartam kérdezni, erről sokat beszélgettünk ketten is, hogy mit gondolsz te a férfi-női szerepekről, mitől férfi a férfi, mitől
nő, szerinted a nő, és hogyan tudnak teljesen harmonikusan férfi és nő együttműködni? Mit gondolsz erről? A férfi és a nő az egy nagyon széles skálán születik ide erre a világra. Vannak nagyon maszkulin férfiak, és vannak nagyon feminin férfiak, és vannak nagyon maszkulin nők, és vannak nagyon feminin nők. Tehát ez egy nagyon széles skála, ami az ideszületést illeti, ami az alapbeállítottságot illeti. Viszont a társadalom hozott egy döntést, hogy az adott társadalomnak mi az elvárása a férfival, és itt jön be a gender, itt jön be az, hogy itt társadalmi szerepek, társadalmi nemek vannak, mert a társadalom hozott egy döntést, azt mondta, hogy nekünk nagyon maszkulin férfiak kellenek, hiszen háborúban állunk, és az, hogy itt életben maradjunk, ez az kell, hogy ezek most itt nagyon belállnak ebbe a dologba, és nekünk olyan nők kellenek, akik szülnek, mert a nemzetet ezt újra kell reprodukálni a háborúk miatt, az éles helyzetek miatt, meg a betegségek, járványok, tehát itt szülni kell az anyának egyfajta védett pozícióval. Évezredek teltek el így, évezredek, viszont a felvilágosodás kora, a technikai civilizáció elképesztő körülményeket hozott, és borzasztóan kényelmessé vált az élet. Ezek a fajta tradicionális szerepek, ezek elkezdtek. Volt egy olyan pont, amikor létrejöttek ezek a nagyvárosok, az emberek beköltöztek, még a nagyszüleink, még a szüleink is beköltöztek úgy a városba, hogy közben ez a tradicionális szerep ez megmaradt, de ez ma már fenntartatatlan. Tehát ma már fenntartatatlan, ezt az egészet újra kell gondolni. Ez a fajta a férfi mindent megmond, és az asszony meg a konyhában, és ez már nincsen, mert gyakorlatilag az élet körülmények azok olyan mértékben változtak meg, amik teljesen egyenlő féllé teszik a férfit. Vagyis a férfi adott fizikai tulajdonságaira, a nyers fizikai erejére, illetve arra a fajta attitűdre, amire mi azt mondjuk, hogy férfias, ennek már nincs jelentősége egyáltalán. Tehát egy városi létforma gyakorlatilag az nem egy tradicionális létforma, és egy nem tradicionális létformában nem lehet tradicionális kapcsolatokat működtetni. Mi még ezt láttuk a nagyszüleinktől, láttuk a szüleinktől, de ma már ez nincs. Nagyon gyorsan változik a világ. Igen? Csak annyit kérdeznék, hogy akkor hogy tud a férfi ma férfi lenni? És hogy tud egy nő ma nő lenni? Szerinted ezek most mit jelentenek? Nézd, a problémát nem ez jelenti, mert ezt ki lehetne találni, hogy ezt hogyan csináljuk, de mire kitaláljuk, már megint úgy megváltozik a környezetünk, hogy semmire nem megyünk vele. Tehát ezek a tradicionális létformák, párkapcsolatok, állapotok, ezek azért tudtak működni, mert Mózes és Jézus között 1800 év telik el, és ez alatt az 1800 év alatt a zsidó kultúra semmit nem változik. Ugyanaz a szokásjog, ugyanaz a divat, ugyanaz a táplálkozás, minden ugyanaz. Egyiptom több ezer évet tölt el, hogy nem rezzen a társadalom. Tehát nem történik semmi. Na most az emberi lélek ezt nagyon szereti, hogy én beszületek, látom az én nagyanyámat, nagyapámat, látom a szüleimet, és én ugyanúgy élek, ahogy ők, nekem ott van egy minta, én ezt a mintát tökéletesen le tudom követni, és van az életemnek egy stabilitása. Hát ma már ez nincs, hát nincs semmilyen minta, amit én föl tudnék használni, nekem improvizálni kell az életbe, nekem itt és most meg kell oldanom ezeket a helyzeteket, mert nem tudok támaszkodni. Ugye a Bedő Imrék is ezzel killódnak, hogy férfi a klubja és a férfi, de mire kitalálják, hogy milyen legyen a férfi, addigra már elavultá válik ez a évtizedek alatt cserélődnek le ezek az ideák. És a neurotikussá ezt teszi a társadalmat, hogy követhetetlen ez a dolog. Improvizálunk most már itt a kapcsolatokban, improvizálunk a létformákban. Nagyon érdekes ez a kor, amit élünk, elképesztő, gyors, alkalmazkodó képességet követel meg az embertől.
Amiről én azt gondolom, hogy az ember erre nem képes. Kérdések. Kedves Lajos, azt szeretném kérdezni, hogy ha van egy közösség, mint például a lovasíjász csapat nála, és ott egyéni teljesítmények elérése a cél, akkor mennyire jelenik meg az egymással való rivalizálás, illetve ennek pozitív vagy negatív hatását tapasztalod inkább? Az nem jó, ha versengés van. Az jó, hogyha versenyzés van, és amikor én azt láttam, hogy fölüti a fejét ez a versengés, és hogy ott ki a jobb, és ki az első, és a második, és a harmadik, akkor én egy rítust építettem be a rendszerbe. A verseny előtt összejöttünk a jurtán, mindenki kötelezően ott kellett, hogy legyen, és egy rövid szertartás keretein belül mindenki felajánlta a következő napi verseny pontszámát valami nemes célra. Például, édesanyám nagyon beteg, én holnap küzdeni fogok, és a legnagyobb teljesítményt teszem le, és ennek a legnagyobb teljesítmény letételének a célja, hogy én ezzel az energiával édesanyám gyógyulását segítsem. Lehet olyan, hogy szeretném a hazám sorsát jobbra váltani. Nem kérdezzük meg, leülünk, mindenki ezt végig gondolja, hogy mi az, amit szeretne elérni, milyen szolgálatot tesz a lovasi jászattal, milyen pozitív dolgokat segít elő, párkapcsolatot rendez, beteget gyógyít, jót tesz a világgal, ez mindenképpen valami pozitív dolog, és akkor ott ül a lován, és azt mondja, hogy Kovács József 160. És akkor mindenki tudja, hogy ez a Kovács József aznap 160 pontot szeretne elérni. És mindenki szurkol, hogy ez a Kovács József ezt a 160 pontot érje el, mert tudja, hogy emögött a 160 pont mögött valami nemes fölajánlás van. És én ezzel a rítussal, hát mindenki szurkol, mindent csináld meg, és aztán utána majd te első leszel, második leszel, utolsó leszel, nem baj. Utolsó vagy, de elérted azt a pontot, amit szerettél volna? El, nagyon jó, ez a lényeg. Ez a lényeg, nem az a lényeg, hogy első vagy, hanem az a lényeg, hogy magad elé tűztél egy pontszámot, azt te meglőtted, és ez egy csodálatos dolog. Na ez a különbség a sport meg a harci művészet között, hogy az utolsó, lehet, hogy az utolsó számára ez nagyobb élmény, mert az utolsó elérte azt, amit szeretett volna, az első nem, ő csak első lett. Érted a különbséget? Ő csak első lett. De az, hogy a saját maga által kitűzött eredményt el tudta érni, ezt nem tudjuk, mert fedi az a dolog, hogy ő most az első, de közben lehet, hogy ez egy belső kudarc. És az, aki utolsó lett, az büszkén lett utolsó, mert elérte azt, amit szeretett volna. Na, hát így kell egy közösséget formálni, irányítani, hogy kihúzzuk a méregfogát azoknak a folyamatoknak, amik rossz irányba vihetik el, mert nem azért kell gyomlálni, mert gazos a kert, hanem azért kell gyomlálni, hogy ne legyen gazos. Tehát meg kell előznünk ezeket a folyamatokat, hogy a közösségünk ne gazosodjon el. Egy dolog a lóval való kapcsolatban, minden generációnak a lóval való kapcsolatát újra kell értelmezni, tehát mi évezredeken keresztül ettük a lovat, aztán rájöttünk, hogy igavonásra képes, akkor a harci szekereinket húzta, akkor rájöttünk arra, hogy rá tudunk ülni a hátára, mert a szekér sokkal előbb jelent meg, mint maga az, hogy az ember fölmerjen ülni a lóra, és a közlekedési eszközt jelentette, háborús célokat szolgált. Eltűntek a háborúk, akkor megjelent a sport alkalmazása a lónak, most már gyakorlatilag a sportpályákon van. És bejött a ló, mint terápia, és ezt a terápiát ne úgy értsd, hogy van egy beteg ember, akit a ló meggyógyít, hanem van egy normális ember, akit a ló mondjuk a normalitásba bent tud tartani. Van egy társa, amiről gondoskodni kell, és egy fantasztikus kapcsolat jön létre. A természetes lókiképzés, a ló lényének a megértése, ezen keresztül egy társkapcsolat fölépítése, ez a 21. századi ember valódi kapcsolata a lóval. Nem eszközként tekintek a lóra, mint évezredeken keresztül a ló egy eszköz volt, hanem úgy tekintek a lovamra, mint egy társra.
és ez egy új megközelítés, és hála jó Istennek ez egy divat is, és nagyon remélem, hogy ez a fajta természetes lóval való partner kapcsolat, ez az irányelv lesz itt a 21. században. Mit látsz, hogy mit gondolsz az emberiség továbbfejlődéséről? Úgy látod, hogy most mit csinálnak és hogyan tanulnak a gyerekek? Mi történik ebben az egész virtuális világban? Mit gondolsz erről? Hová fogunk itt fejlődni? Nézd, amit én nagyon határozottan látok, így három gyermekes apaként, az az, hogy az anya az egy pótolhatatlan kulcsfigurája ennek a dolognak. De az anya nem tudja betölteni a szerepét, hogyha nincs egy apa, aki ezt a hátteret tudja biztosítani. Tehát igazából a férfiak nem válnak felnőtté, nem válnak olyan férfivá, akik felelősséggel tartoznak önmagukkal, nem az, hogy egy másik emberrel, önmagammal felelősséggel tartozok, és ahhoz, hogy egy anya gyermeket szüljön, ahhoz neki egy biztonságra van szüksége. Tehát egy gyermek megszülése, egy gyermek felnevelése, az egy extrém sport. Hát az egy nagyon kemény feladat. Az akkor is egy nagyon kemény feladat, hogyha egy férfi, emellett az asszony mögött stabilan ott áll, biztosítja a hátteret, biztosít egy jövőképet, de hogyha mindez nincs meg, akkor pokoli nehéz helyzetben vannak, és ezt a gyermek rettenetesen megsínyi. Tehát elképesztő az a teljesítmény, amit én a feleségemnél látok, hogy van egy 2,5 éves, meg egy 3 hónapos gyerek, hogy gyakorlatilag ő olyan egyhuzamba 1,5-2 órát tud aludni. Tehát ő gyakorlatilag mióta megszületett ez a gyermek, ő nem tudta magát kialudni. Tehát anya, tehát itt a párkapcsolatokban, itt a lámpa ernyővel is lehet, mert most már van 90 nem tudom hányféle gender, tehát mindenki mindenkivel és mindennel, tehát ezzel nincsen semmi probléma. Én a gyerekben látom a tragédiát, mert ez az őrület, amit mi saját magunknak kitalálunk és megélünk, én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a gyerek sérülés nélkül ki tud jönni ezekből a dolgokból. Nagyon nagy szeretetre van szükség, nagyon komoly példára, és a megúszós szülő odaadja a telefont, odaad olyan eszközöket a gyereknek, hogy jaj, maradjál már. Ad neki egy cumit, ad neki egy cukrot, tehát egyszerűen azért, mert fáradt, és akkor le tudja építeni egy csokival, és akkor le tudja építeni a telefonjával, addig is lefoglalja magát, mert el vagyok már fáradva, már egy kicsit valami legyen. Na most ezek vezetnek a tragédiához, ezek a könnyed megoldások, mert rá oda kell figyelni, és rettenetesen módon igényel. Most képzeld azt el, ugye beszélgettünk itt Piagetről, Wilberről, és ezt te is tudod, hogy a korai gyermekkor, hogy milyen lesz a világgal való kapcsolata egy embernek, azt az anyával való kapcsolata határozza meg. Tehát, hogyha én hogy milyen lesz az intelligenciája, az az érzelmi biztonsága határozza meg. Azt látom a lányom, hogy nagyon intelligens, de borzasztó érzelmi biztonságban van. Tehát ő biztonságban van, őt szeretik, őt lever egy poharat, nem probléma, nagyon gyorsan, hozd a felmosó rongyot, felmosjuk, gyorsan összeszedjük a szilánkat, semmi baj, gyere, odadom a kezébe a tojást, vigyázz kislányom, hogyha leheted, összetörött a tojást. Tehát törjön, zuzzon ez a gyerek, én mindent odadok neki, nem teszi meg. Megadom a lehetőséget arra, hogy hibáz. Egy gyereknevelés az nagyon munkás, az egy teljes embert igénylő dolog. Itt én nagyon sokat hallottam, hogy a katonaság mennyit árt. Hát a katonaság 18-20 éves fiatal embereket elvittek. Hát én nem gondolom azt, hogy 18-20 éves fiatal emberen bármit lehet ártani a katonaságnál, egy egészségesnél. De bölcsödébe adni egy gyereket, az rettenetesen ártalmas. Érted ezt? Tehát, hogy a katonaság nem, mert az aztán mit csinál,
de bölcsödébe viszem a gyerekemet. Tehát nem mérhető a tragédia, érted? Nem mérhető. Tehát a bölcsöde az elmondhatatlan tragédiához vezet. Tehát leszakítani, hát a bölcsöde ott még, mint egy kis majomnak az anyján kéne lógni annak a gyereknek, és én leveszem, beteszem oda. Hát valami egészen elképesztő, hogy mi hogyan gondolkodunk a világról. A gyerek rengeteg odafigyelést igényel, ahhoz, hogy egy egészséges társadalom tudjon itt fölnőni, gyerekközpontúnak kell lenni rettenetes módon. És főleg a piciknek megadni azt a lehetőséget, hogy anya, 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 anya. Tehát én, az, hogy milyen a lányom viszonya velem, az, hogy a feleségem hogyan néz rám, hogy a feleségem hogyan szól hozzám, ebből alakul ki, nem én alakítom ki, hogy ide figyelj, kislányom, apád, de szól hozzád, hanem abból, hogy az én feleségem az hogyan néz rám, hogyan kér tőlem valamit, hogyan mond valamit, és ebből kialakul az, hogy a gyerek fölnéz az apjára, vagy lenézi az apját. Te hülye, hol jártál már megint? Hát nem mondtam, hogy parizelt hozzál. És akkor itt építsünk föl egy apát ebből, ugye? Vagy vice versa. Tehát, hogy hogy élnek ezek az emberek? Hát a gyerek ezt a mintát veszi le. Mit gondolsz te követendő megoldásnak, követendő útnak az emberek életében? Mit csináljunk? Gyakorlati. Mit csináljunk? Megvan, hogy most hol tartunk, mik lehetnek a veszélyek, hol csúsztunk el. Nagyjából látjuk abból, ahogy felfestetted. Mi most akkor követendő megoldás szerinted? Mihez igazodjuk? Nézd, 3000 évvel ezelőtt pontosan tudták az emberek, hogy mit kell tenniük. A felvilágosodás korában elbizonytalanodtak, és most fogalmuk nincs, hogy mit kell tenni. Tehát nagyjából ezt a kort éljük, az improvizáció korát éljük gyakorlatilag. Ennek a Föld nevű bolygónak jelenleg nincsen gazdája, tehát olyan önpusztító folyamatokban élünk, ami kontroll, tehát kontroll nélküliekké váltak a folyamatok. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy kontroll nélkül megyünk, nem egy jó irányba, és megmondom őszintén, hogy nekem ezzel kapcsolatban nincsenek ötleteim. Na, mihez tartja magát egy európai ember? Tehát, hogy mi? Tehát mi az életének a vezérelve a pillanat megélésen kívül? Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon izgalmas kor, amiben élünk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly próbatétel, amiben élünk. Ez hihetetlen, örülök annak, hogy ide születtem, mert elképesztő, tehát embernek maradni, tehát itt valamilyennek lenni, szerintem az egy nagyon komoly kihívás. Én a színházról kérdeznélek, hogy te látsz-e arra reális lehetőséget, hogy ez a deheroizálás és relativizálás a szakmádba véget érjen, és értékek jelenjenek meg, uram bocsá, hősök jelenjenek meg, adott esetben színpadon, adott esetben a filmvásznon. Hú, jó belekérdeztél, nehezet kérdezel. Én azt érzem, hogy mivel tudod, hogy én mit szeretnék, és mit szeretek, és azt is látod, hogy milyen filmekben voltam, én nagyon azon vagyok, hogy meg amit most írtunk, meg írunk, meg amit megkerestünk egyszer téged is egy filmmel, hogy hősöket kreáljunk. Hősöket, akikre fel lehet nézni, történeteket, amikből lehet tanulni, igenis nyerjen vala, legyen egy jó, legyen egy követendő példa, legyen egy ellentétpár, legyen egy duális világkép, és lássuk azt, hogy mi a követendő. Pont egy kicsit, amiről te is beszélsz, hogy nem mindent össze-vissza lehessen, ne egy káosz legyen, hanem legyen egy követendő, ha úgy tetszik, példa. Nem véletlenül csinálom ezt a Gyere fel Ivánhoz, mert példákat szeretnék elénk tenni. Ilyen értelemben most nekem, nekünk, te is egy példa vagy. Én azért hívtalak meg, mert amit képviselsz, az valamilyen szempontból példa. Nem biztos, hogy jó, amit képviselsz. Nem biztos, hogy egyetlen jó, amit képviselsz. De nekem példa. És én általam így szeretném bemutatni ezeket az embereket, mint most téged is. És én azt gondolom, hogy amikben én például szeretnék részt venni, mint színész. Amiket mondjuk írunk, szervezünk, mint forgatókönyvírás.
ott ugyanezt szeretném megcsinálni, és azt gondolom, hogy egyre inkább kezdenek oda a fiatalok is. Egyik része a fiataloknak nem tudja, hogy mit csinál. Egyik része a fiataloknak elpuhul. Értem ezt fizikailag mindenképpen sajnos. És értem ezt sajnos gerincben. Basszus, sajnos gerincben is, morálisan is. Emberként. De egy másik része a fiataloknak pedig úgy érzem, hogy igenis van arra igénye, hogy kövessen egy jó utat, hogy fejlődjön, hogy ébredjen, hogy teremtsen valamit, hogy kreáljon valamit, hogy értékeket kövessen, hogy értékeket teremtsen, hogy értékek mentén élje az életét, és valami jobbító szándéka legyen, valami felvilágosító, ébresztő, jobbító, hozzáadó szándéka legyen a világhoz. És azt gondolom, hogy tehát vannak ilyen színészek, igen, vannak ilyen rendezők. Igen, független, hogy jobb oldal vagy bal oldal természetesen, vannak ilyen, én látok erre lehetőséget, és mind a kettőből sajnos kevesebb az a csapat, mind a kettőben egy kisebbség az a csapat, és az egyeniség, emberiség egészében, és egy kisebbségnek látom azt a csapatot, aki már kellőképpen ébredett, kellőképpen tudatos, vagy tudatára ébredett, vagy tudatosnak akaró lenni, hogy ezt így mondjam, nem túl jó magyarsággal, de hogy jobbító szándékkal rendelkezzen, de igen, van ilyen, van arra mód, és van arra igény, hogy hősüket mutassunk, hogy példákat mutassunk, hogy jó történeteket mutassunk. És ez felelősségünk is, az enyém is. És teszek is érte. Úgyhogy én ezt gondolom. Hadd jöjjön akkor egy második kérdésem, kicsit más lesz. Mi az életedben? Nem. Mikor úgy törtél össze? Törtél-e össze valaha? Zokogtál-e valaha, hogy tényleg összetörtél, és a földön ül, hogy kész, összetörve, zokogva? És ha igen, mikor volt? Nem volt ilyen. Te jössz. Nem látod el, hogy az embereknek lenne ilyen elvárása a színháztól, a filmtől, hogy adjon példát az életüknek? Én azt látom, hogy az embereknek lenne ilyen igénye, az embereknek lenne ilyen elvárása, és nem az van, hogy az emberek ezt választják, hogy amit a sok akár készítő, bármilyen, akár színház, film, bármilyen készítők mondanak, hogy az emberek ezt akarják, nem, az emberek azt nézik, és nem azért, mert hülyék, nem, az emberek nagyon nem hülyék, az emberek nagyon nem buták, de az emberek azt nézik, amit adsz nekik. Van egy menza, van egy étlap, és ezt adod neki, abból tud választani, és legfeljebb azon, hogy elkeseredik, nincs kedve, ja, csak ebből lehet választani, és ezért akik adjuk az ételt, akik adjuk a műsor, nekünk a felelősségünk, és nekünk a felelősségünk és a fontosságunk ott van, hogy mi válasszuk meg, hogy mit adunk nekik, mivel tanítjuk, mivel edukáljuk, mit adunk nekik, és nem jó olcsó alapanyagokból készült gyors étkezdés szart adni, hanem minőséget kell adni, mélységet kell adni, ébresztést kell adni, magas tudatosságot kell adni, értéket kell adni. Ezért mondom ezt mindig a Gyere fel Ivánhoz, és úgy írjuk alá mindig, és mindig mondom a Dettinek is, hogy értéket közvetítünk. Ez a fontos. És ezt szerintem a kérdésedre válaszolva az emberek igénylik, szeretnék, még ha nem is tudatosan, de van egy igény, hát azért vannak itt is most, hát 100 ember tud ide beférni, Lajos, és itt vagyunk, azért vannak itt, és azért vannak egy-egy jó mozifilmen annyian, és azért olvasnak az emberek jó könyveket, mert van igényük, de nekünk meg az a felelősségünk, hogy olyat adjunk nekik, és olyat kell adni, minőséget kell adni nekik. Tehát szerintem ők szeretnének, és hogyha azt mondom önkritikusan magunkról, mint művészekről, van ilyen-olyan önmegvalósító, különleges művész filmek, művész színház, ilyen-olyan művész darabok, vannak a lehető legszélesebb és legolcsóbb, leggagyibb műanyagból elkészült szart adóak is, de nekünk, ha önkritikus vagyok, akkor azt érzem, hogy mi művészvilág, ha lehet ilyet mondani, mert ki az a mi művészvilág, de mi művészvilág összességében véve nem adunk elég
mélységet és útmutatást és értéket arra, hogy az emberek edukálódjanak, ébredjenek, tudatosodjanak, és egy utat, egy kapaszkodót, egy kivezető utat kapjanak. És pontosan te tudod, mert sokat beszélünk erről, én többek között, én speciálisan, én igyekszem ezen dolgozni, én ezen dolgozom, hogy lehessen valamit adni. Akár például, ha van egy híresség, mondjuk adott esetben, mint én, akkor a nyilatkozataiddal, hát már nyilatkozataiddal, hát már a posztjaiddal a Facebookon, ha már van Facebookon, és posztolod a baromságot, akkor legalább már olyanokat posztolj. Akkor már olyan mondatokat posztolj. Ha már csinálsz ilyen hülyességeket, mint ez a gyere fel Ivánhoz, mondjuk, mert megőrült, akkor már legalább olyan embereket adj. Tehát magyarul mindent, ami tőled telik a te kis környezeteden, hatalmadon, amit el tudsz érni, olyat adj, olyat nyújtsál, amik számodra, szerinted van. Én nem az, ami könnyen eladható, nem ami ügyes, nem az, aminek értéke van. És ha egyedül is vagy, itt is van egy harcosság, ugye benned is benned, akkor, hogy neked a völgyben, nem tudom, kik nézték, és kevesen voltak, nem tudom, nekem is az van, hogy szinte mindegy, hogy mennyi, és hogy hogyan, és hogy mit, és hogy, de a minőséget, az értéket, azt akarom adni, azt akarom képviselni, szinte mindenben, lásd önismeret, én is ezért csinálom, amit, ahogy megnyilvánulok, hogy úgy tudjak innen elmenni, hogy ami tőlem tellett, az értékben, minőségben, mélységben, ébresztésben, edukálásban megtettem. Én így szeretem. Iván, legyen ez a végszó, ez annyira kerek volt. Legyen ez a végszó. Isten áldjon mindenkit. Jó éjszakát kívánok, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt hát nagyjából mit szoktunk beszélgetni, nem? Csak most többen hallgatták, mert így fölhívjuk egymást telefonon, és a világ nagy dolgait megbeszéljük. Szerintem mi soha nem beszélünk lényegtelen dolgokról. Tehát olyan még nem volt, hogy szervasz, hogy vagy, nem, tehát itt bele a lét nagy kérdéseit feszegetjük folyamatosan, világot akarjuk megváltani, és szerintem ez a mai beszélgetés, ezt nagyon jó tükrözte. Iván, Isten áldjon erőbe, egészségbe, és minden hallgatót a viszont látásra, hallásra, jó éjszakát kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok bennünket, köszönöm szépen, hogy jelen voltatok, a jó Isten áldjon meg benneteket. Szevasztok!